Kedves Szilvi és Feri, engedjétek meg, hogy ebben a videóüzenetben kifejezem a hálámat és a köszönetemet, hogy esküvőtöknek én lehettem a házigazdája. Köszönöm a bizalmatokat. Engedjétek meg, hogy néhány mozzanatban, hogy végigfussam, mi az, amit magammal viszek a veletek való kapcsolatban. És azért is érdekes, hogy a Szilviával van már egy előttörténetünk. Annó szalagavatós táncban én voltam a tánctanára is, és ez jó érzéssel töltötte, hogy ennyi év után ez egy pozitív élmény volt, és erre tudtunk építeni. Tudott ő is építeni a későbbiekben. Úgyhogy ez nagyon jó, megadta már az alapot így a beszélgetésekhez például. Az esküvő napján ez nagyon izgalmas volt, tehát annyira jól leképeződött így a személyiségetek, vagy a dolgokhoz való hozzáállás, így abszolút pozitívan. Tehát ez így, és ez tök jó, megadta az alaphangulatot a Szilvinek a késései, és ez nagyon jó benne volt, de közben meg ez az abszolút nyugodt. Úgyis rendben lesz minden. Nincs miért aggódni. Tehát tök jó halad minden. Tehát mindennek meg lesz előbb-utóbb a helye. És ez így is lett. Egyébként egy külön nagyon tetszett a beszélgetések során, amit megfogalmaztatok magatokról, hogy megtaláltátok a helyeteket, megtaláltátok azt a társat, akivel van értelme tervezni jövőt. Ez egy óriási dolog, és erre meg ki fog térni később. Nagyon jó érzéssel töltött el az, hogy a debreceni oldal milyen nyitott volt például felém is, most magamról tudom, de hogy egyébként ugye az egész nappal kapcsolatosan egy jó érzéssel töltött el. Szerintem nagyon vicces és mókás volt, hogy a tesóknak a kis rögtönözött tánca a gyerkőcökkel együtt, amit ti is beálltatok, és arra meg nem is beszél, hogy aztán meg jó páran, egy picit kis flashmobba is beugrottak, és nagyon vicces volt ezt így azt látni, hogy ezt így, ezt mind azért csináltak, mert szeretnek benneteket. És nagyon vicces volt például a Ferinek az Ádámmal való közös énekelt már így a hajnali utolsó nagy karaoke show részeként, nagyon vicces volt egyébként. Ami még ott bennem volt, hogy mennyire bennetek volt a szülői, hogy minden, amikor Petike elment aludni, minden rendben van a passzolva, és hogy nem kell minden igazni, és hogy nehezen, de aztán el tudtátok engedni magatokat, tudtatok ünnepelni, tudtátok élvezni a saját ünnepeteket, a saját lakodalmatokat. Az jutott eszembe, így útravalóan, hogy amit így mondtatok közösen, amit nagyon szerettek, mondjuk most kevesebb időtök van, de amikor lehetőség van, hogy az utazás és a kirándulások, hát stílusosan ezért vettem fel ilyen pólót. Ez is egy nagy utazás, bár már úton vagytok egy ideje, de ez is egy mérföldkő, mert egy nagyon erős elhatározásnak a kifejezése, ugye az esküvő. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha a házasságot mint egy utazásnak vesszük, akkor minden utazást is megterveztek, ahogy ezt meg is fogalmaztátok, hogy megtervezni a jövőt közösen. Igen, csak sokszor van úgy, hogy túltervezzük, vagy alultervezzük. És akkor itt mi legyen ilyenkor? Újra kell kalibrálni, újra tervezés, mint a GPS-t is mondaná. Van, hogy esetleg vissza kell térni egy bizonyos pontra, vagy a zéró pontra, és megerősíteni újra. Új utakat találni, felfedezni. Van, hogy egyébként meg pont az a jó, ha nem tervezett úton haladtak, hanem spontán. Hagyni, hogy hassanak rátok élmények, és azokat beépítitek a saját életetekbe. Mit hármótok, vagy aztán majd, ha bűvültök, akkor ez tovább. Úgyhogy én azt kívánom nektek, hogy tartalmas legyen az a út, éljétek meg minden percét, minden örömét, és ebben erősödjetek még 500-600 évig. Úgyhogy kedves Szilvi és Feri, kívánok nektek nagyon sok boldogságot. Én az ifjú pár, sziasztok!